Amint bizonyára már sokan tudják, ezt a díjat 2009-ben alapította az Eszterházi Magánalapítvány, az Unika biztosító, mint főszponzor támogatásával. A szakmai zsűri végül 13 művészt választott ki, hogy kiállítsa a munkáit itt a Szép Művészeti Múzeum Jón piramisában. Nem sokára az is kiderül, hogy ki ez a három tehetséges képzőművész, akik az idén megkapják az Eszterházi Művészeti Díjat, és az azzal járó fejenkénti 5000 eurót. Képet, 4000 rajzot, 50000 metszetről volt szó, és köszönöm a nagyon nagy számú részvételt, azt gondolom, hogy csak pillanatokat körbetekintve igazán kvalitásos munkák kerültek ide a terembe, és díjazásra, erről majd elnök úr nyilván bővebben beszél. Én még egyszer köszönöm mindenkinek, a művészetnek, akik részt vettek a pályázaton, az alapítványnak, amely ezt lehetővé tette, magunk részéről csak azt ígérhetem, hogy mi ameddig erre igény lesz, ennek helyet fogunk adni, mert azt gondolom, hogy ez is a kötelesség. Köszönöm szépen, szép estét! Először meg szeretném köszönni Bán László úrnak, hogy itt lehetünk ismét harmadszor a csodálatos Szép Művészeti Múzeumban. Ma délután lehetőségünk volt, hogy egy másfél órás, nagyon érdekes vezetés kapjunk a Karalacsó kiállításon keresztül, egész más korszak, egész más gondolkodás, de az Eszterházi képek ottan is egy kulcs szerepet játszanak. Európai kiállításokat szerveztünk Kismartonban, Central Europe Revisited név alatt, mindig Ausztria-Magyarország, mint magja. Abban is nagyon köszönöm egy jó lánkat, hogy ide megkülözött minket, hogy ne egy baráti kört hívtunk, mint össze, mint zsűri, és nem a mi cégünkből, és nem tudom, a sponsor és más társaknak a cégéből ilyen laikus zsűrivel indultunk, hanem ő azt mondta, hogy profi szakembereket kell kiválasztani, azokat kell hagyni, hogy dolgozzanak, és lám, itt látjuk az eredményt másnap.
Michel úrhoz, az ODK vezérigazgatójához fordulok. Büszke vagyunk arunk, hogy mi támogattunk ezt a házi alapítvány, meg a művezet is, ez az unoka biztosító, ez nagyon fontos dolog. És még valamit az unoka biztosító mottoja, ez az új generáció biztosítója. Ez nekünk jelenti, az ez tényleg mi támogattunk az új generációt, és büszke vagyok rá, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. És ez a kiállítás, a mai kiállítás azt mutatja, hogy 13 különböző pozícióból mai magyar fiatal festők, művészek, és nem annyira a festészetre helyezném a hangsúlyt, hanem a művészre, mindegyike egyfajta nagyon karakteres új narratívát fogalmaz meg. A narratíváról szóló diszkurzus, mint esztétikai diszkurzus megerősödött, és a magyar festészetnek a legfiatalabb generációja ugyanezt a szellemet képviseli. Nagyon szeretném megköszönni az összes zsűritársnak, barátaimnak a közös munkát, a jó, érdekes és néha mondjuk nehéz, de mindenképpen érdekes beszélgetéseket. Bizonyos esetekben nagyon egyetértettünk, más esetekben egészen az utolsó pillanatig különböző vélemények voltak. Mindenki tett kompromisszumokat, és mindenki megőrizte a maga pozícióját. Tehát ez a három név, akit most mindenfajta hierarchia nélkül, ez nem első, második, harmadik díj, nem sporteseményről van szó, szerencsére. De azért egy kis hierarchia, hogy a két hölgyet előbb említem. Kalicka Patrícia. Várjuk ide előre. Kovács Olivia. És Csató József. Szeretettel gratulálunk mind a három művésznek. To crack your bones to feel alive. Send your love to the guidelines that make you feel insane. They'll crack your bones to feel alive. Send your love to the guidelines that make you feel insane. They'll crack your bones to feel alive. Send your love to the guidelines that make you feel insane. They'll crack your bones to feel alive. Send your love to the guidelines that make you feel insane. They'll crack your bones to feel alive. Send your love to the guidelines that make you feel insane. They'll crack your bones to feel alive. Crack your bones. Send your love to the guidelines that make you feel insane. They'll crack your bones to feel alive. Send your love to the guidelines that make you feel insane. They'll crack your bones to feel alive. Send your love to the guidelines that make you feel insane. They'll crack your bones to feel alive.